Elviszi a zumbára? Persze, drágám, elviszlek. Jó, mert azt találtam ki, hogy tök jó lenne, hogyha eljönnél az órámra, de úgy, hogy beállsz te is rendesen táncolni. Hogy én táncolni? Aha. Hát egy kicsim, ne hülyeskedj már, szórakozz már velem, csinálj hülyét magamból. De hogy is, most miért csinálnál hát most hülyét? Ott fog, ez ilyen latinos, szereted a latin zenét, szereted a latin táncot. Na, most ott a sok csaj mellett, ott egyedül ott hülyét csinálják magamból. De nem csak csajok vannak egy zumba órán. Mindig van egy-két fiú is, aki jó, de nem ismerem őket, tiszta gázos, hülyét csinálják magamból. Dehogy, és az nem baj, nem csinálsz hülyét, mert nagyon ügyes vagy. Amúgy meg elhívhatsz valakit magad, de hogyha van kedved. Én igazából nem tudom, mi ez a zumba. Azt tudom, hogy latin táncok vannak itt összegyűjtve, és akkor ezek történnek. Nekem teljesen kínai ez a latin. Mutatok egy-két lépést. Figyelj! Mondjuk tapsolj, meg énekelj valamit. Mit énekelj? És milyen zené? Latin? Amire... Kicsit ilyen latinosat, amiről lehet rázni. 5, 6, 5, 6, 7, és... Un, dos, tres, un pasito ballante, Maria, un, dos, tres... Nem megy ezeken? Gyere, majd... mutatom, de miért, jó? De miért pont a legnehezebbet mutatod? Ez nem nehéz, gyere! Szembe! Un, dos, tres, un pasito ballante, Maria, un, dos, tres... Un pasito ballante... Szerintem nagyon ügyes volt. Nekem tetszett, ahogy csinálta. A fiú létére szerintem tök jó latin táncol. Pam! Pam! Pam, nem pont, így, de egy is megfelel. Tidára, inkább az ilyen olaj cigányitán. Oldalra, ez az. Nem tudom. És majd lesz ilyen rázás. Megyünk körbe, rázunk. Dehogy nem, ez neked megy. Én tudom, hogy majd ügyes vagy. Jó. Figyelj, csak Árpikát hívom el magammal, úgy jöttöttem. Az Árpit? Igen, hát ő még képes ilyen hülyét csinálni belőlem, mint... Hát, mint én magamból. Nem tudom, hogy mi fog abból kisülni, hogyha te az Árpit fogod elmondani. Miért abból mi fog kisülni, ha én jövök? Nagyon király lesz. Jó, nem, csak baj... normális órát szeretnék tartani. Hát ezt majd... Halló, Gyuri vagyok. Szevasz, bratyesz. Puszi. Puszi, muszi, figyelj csak, mit csinálsz most? Hát, nagyon nincsen programom. Nincsen programod? Jó, mert szeretnélek megkérni valamire. Az én drága szerelmes kedvesem elhívott, hogy menjek el zumbázni. Csak egyedül nem csinálok magamból hülyét, és úgy döntöttem, és arra gondoltam, hogy eljöhetné velem. És mit kell csinálni? Hát táncolunk vagy mi, én se tudom pontosan, azért akartam, hogy gyere el velem, hogy egy kicsit bátorítsuk egymást. Ah, értem. De nincs rám semmilyen sportot. Majd én azt összerakok neked, ne aggódjál. Majd én viszek. Rövid nadrág van, póló, cipő, ez elég, nem? Hát van még annyi idő, hogy hazaugorjak? Nem, Árpika, nincs idő, sietünk, megyünk érted, és fölveszünk, és én majd beteszek neked, ne aggódjál, normális cuccot teszek be. Rohan, figyelj, azt szeretném, hogy elgyere, most már megbeszéltük, ne szívassál meg, bepakoltam neked ruhát, elmegyünk, egy kicsit táncikálunk, zumbázunk, én sem tudom pontosan mi az, de nagyjából tiszta vagyok. Ez ilyen latinos kis történet, a Zsuzsi az oktató, mi meg táncolunk, érthető? És akkor megyünk a Savaria kupára? Oda is menjünk Rióba utána bárhova. De így most van, komolyan. A karnevára. Komolyan, de tényleg, frankon. Én sem tudom pontosan, hogy mi ez a történet, de voltam már a Zsuzsi óráján, és... Mutasd és meg, hogy milyen zenék lesznek. Ki lesz a tanár? Ja, hát ilyen... Un, dos, tres, un pasito ballante, Maria, un, dos, tres. De ki a tánctanár? Maria, 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 wanna make you mine. Elkezdtek az autóba gyakorolni. Csak néztem. Hát azok, mert eleve azok a kézmozdulatok, hogyha ők erre gondolnak, hogy zumba, akkor itt nagyon-nagyon nagy problémák lesznek. A lényeg az, hogy tehát ezek a kicsit oda kell pakolni olaszosan, latinosan, spanyolosan. Tehát itt mindent beviszünk, egy kis Kolumbiát. És Portugál, Kuba. Portugál, minden. Az összes latinos történet benne lesz. Jó lesz, hidd el nekem. Bízzál bennem, bízzál az adottságaidban, a tehetségedben, úgyis a színpadi mozgásra szükséged van egy kicsit. De azt tudod, hogy én tudok táncolni. Én tudom, hogy tudsz táncolni, tesszük, de egy kicsit nem áll. Ez nem probléma. Figyelj, nekem sem probléma, a véremben van a ritmus, de azt akarom neked elmondani, hogy ránk fér egy kicsit frissíteni a képességeinket. Tényleg ez fogyaszt, ez a... Most minden viccek kívül. Hát persze, izzadni fog. Zsírégetés, tesó, zsírégetés van, zsírégetés. Hogyne? Égetjük a zsírt. És megállni tilos. Gyere már, testvér, gyere. Na, rendben vagy. Jó vagyok így? Persze. Milyen zsuvarulat hoztál nekem, öcsém? Hát tesó, hát az én méretem, most miért nem jó? Nézd meg ezt a formát. Teljesen jó. Mondjad. Gyertek, kezdünk! Jó, mindjárt. Jó van, jó nézek így. Ennyire ciki, és ennyire... tehát én nem is tudom, hogy ez a Krisztián milyen cuccot adott nekem, hát ez tiszta gáz.
Hello, sziasztok, hello, puszi! Nem most, majd szólok. Csokolottan, néni! Ez a mi helyünk itt? Mi van? Ez így? Fejest ugunk bele? Dehogy is, nem. Egy picit bemelegítünk, gyertek. Megmutatom, milyen lépésekkel fogjuk kezdeni az órákat. Nem úgy szokták, hogy hátra nem így szoktak melegíteni? Nem. Légy szíves, próbáljátok meg alkalmazkodni a szokásos bemelegítésünkhöz. Egy miatt nagyon aggódok, hogy ugye az Árpi egy kicsit ilyen bolondos, főleg Krisztiánnal együtt, mint hogyha két kis óvodás gyerek lenne. És én az óráimat szeretem komolyan venni. Úgy gondolom, hogy 100%-ot tettem magam a táncba. Egy picikét próbáltam utánozni a Zsuzsit. Hát most vagy nem ment, vagy nem, de szerintem 100%-ig jó volt. Van itt egy csoport, és kéne nekik tartani egy ilyen bemutató órát. Ó, de hát nem hagyhatom itt a csoportomat. 10. Ó, most mi legyen, mit csináljam? Bocs, srácok, ne haragudjatok, tényleg. Hát pont benne tíz vagyunk, hogy gyakorlatilag. Nem, figyelj, Nyuszikám, te úgyis már tudod szerintem ezeket a dolgokat, megtartanád helyettem az órát, mert nem tudunk mit csinálni. Kicsit. Muszáj átmennem, nem, de a csapatomat meg nem hagyhatom cserben. Ez a folyamat a kicsimény. Igen, légy szíves, nem maradok sokáig, jó? Szeretnénk egy kis segítségét kérni a háttérből, ha már eljöttél velem, drága bátya. Megkérlek szépen, jó, ne egyedül égjek, köszi. Tényleg megteszek minden, nem akarom elcseszni, azt akarom, hogy jó legyen. Éppen ezzel hívtam ide Árpikát. Árpika! Korrektő, jó? Mindenek előtt. Az órát. Hát nem örültem neki, de muszáj volt, mert nem hagyhattam őket sem cserben. És mi vagy ott volt a Krisztián, így kihasználtam a lehetőséget, hogy egy kicsit főszerepet adjak neki, és úgy láttam, nagyon élvezte. Aha! Aha! Tessék komolyan menni egy picit, jó? És egy kicsit most balra! Valószínű, hogy hülyét csináltam magamból, de annak örülök, hogy nem csak magamból, hanem szerintem az egész tanulótársaságból is hülyét csináltam, de egyébként az Árpikából is. Hopp! 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 Jééééé! Csináld, öcsi! Ha figyelj! Ha! Tökéletlen! Ez az. Jó, kis helyben. Aha. Úgy gondolom, hogy 100%-os volt a csapatnak a teljesítménye. Mindenki egyszerre táncolt, aránylag egyszerre táncolt. Ezen szerintem nem volt probléma. A gyerek köcsét! Yeah! Mert a vonat! Mert a vonatodás! Jaj, jaj, jaj! Yeah! Mert gyönyű! Mert gyönyű! Yeah! Állj be te! Yeah! Szia, drágám! Szia, Nyuszi! Na, jó sokáig te... Hát te hogy nézel ki? Miért hogy nézek ki? Mi az rajtad? Hát szívem, tudod nagyon jól, hogy miért hordom ezt. Miért? Hát azért, mert nem akarok megfázni, mert tudod, hogy milyen... Hallottad, hogy milyen influenza jár, mert soha túl be vagyok. Nem is kedjél meg kicsim, azért ez túlzás. Nem túlzás, vigyázni kell színe, inkább neked kéne vigyáznod, drágaságon. Ugye ő hiponder szerintem, mindig azt képzeli, hogy neki reggelre megfájdul a torka, fáj a feje, és ilyenkor rengeteg mennyiségű hát vitaminokat bevesz, és gyümölcsöket eszik, úgyhogy szerintem ez túlzás. Hoztam C-vitamint is, úgyhogy bevásároltam rendesen. Kicsim, ez túlzás. Szerintem nem túlzás. Szerintem nem így kellene ezt csinálni. Hát figyelj, de ez van, tudod, hogy milyen vagyok, kicsit hipohander vagyok, erről nem tehetek.
Ilyen, jó van, szívem, de hát felöltözünk szépen, nem vagyunk, semmi bajunk nincs, egészségesek vagyunk, itt bent jó idő van, kimegyünk, meg feszel sálat, csapkát, és ennyi az egész. Jó, most figyelj ide, elmondok neked valamit, drágám, jó? Milyen lenne az, hogy most mondjuk holnap például fellépésem lenne, és véletlenül elkapok egy ilyen influenzát? Én szerintem nincs azzal semmi baj, hogyha az ember ezt komolyan veszi. Én egy kicsit haragszom rá, de hát a szerelmem nem tudok vele mit kezdeni. Na, edd akkor a vitaminjaidat. Jó, hát én nem tudok. Most ezt komolyan? Jaj, de édes. Igen, meg a Isten, hát így van benne a vitamin, drágám. Arra jó. Szívem, egy kicsit fehér vagy amúgy. Nem, nem vagy fehér? Ne szórakozzál velem, légy szíves, jó? Jó. Gyere, te is. Most mondom neked, hogy vigyázok, nem vicce, nem szórakozzál ezzel, légy szíves, jó? Normális, hogy ezt csinálod. Miért? Ezek vitaminok, lehet, hogy egy kicsit túlzásból viszem? Egyél a gyümölcsöket, de hogy ennyi vitamin meg gyógyszer, fölösleges, figyelj, ezzel csak inkább rontasz, mint áltasz magadnak. Én nem hiszem, lehet, hogy egy kicsit hipohonder vagyok, igaz, de szerintem a vitaminból sosem elég. Azzal nyugodtan lehet szedni a vitaminokat. Figyelj, elmondom. Ez vagy kicsim, hogy ezt csinált, komolyan. Ne is, drágaságom, csak miért nem hiszel nekem? Figyelj, elmondok neked valamit, jó? Kicsim. De akkor is kicsim, ezt hidd el. Nem akarok én neked rosszat. Egyél meg 3 narancsot, 2 kivit, meg még facsarja szedbe egy citromot, vagy főzünk egy citromos teát. Éreztem, hogy Krisztián is most már felhúzta magát, kicsit felidegesítette magát ezen az egészen, hogy én még tettem rá egy lapáttal, hogy mit szenved az egész miatt. Én mivel nem kitalálom ezt, igen, és most már tisztára felidegesítettem magam, arra szeretnék megkérni, az RPK-val is beszéltem, hogy jöjjön el velünk, kapunk, az RPK-nak is fogunk egy védőoltást adni, mert olyan hülye, hogy nem vigyáz az egészségére, te is eljössz velem kicsikém, és szépen kivizsgáltatja magad, és ne gúnyolodjál, ne nevessél rajtam, meg gajak idegesítesz, érted? Na, de szemtelen vagy. Jaj. Ezt is komolyan csinálod? Hát te tiszta hülye vagy, szívem, komolyan mondom. Jaj, szívem, képes voltál végigjönni velem az utcán ebbe a maszkba? Nem vagy hát, semmi. Hát meg fontos, drágám, azért mondtam, mert és ezt hagyjuk is ezt a vitát. Vedd le, ne! Ugye, inkább azt szeretném neked mondani, kicsim, hogy nem mondd az RP-nek a védőoltásra viszonyú. De miért nem mondjam? Nem kell neki mondani, kész, majd én tudom, hogy miért, jó? Nem kell neki mondani, jó? Jó. Ja. Köszönöm. Hello, Bello! Sziasztok! Hey. Hello! Szervusztok! Ó, szia. Nagy szerelés van. Mi van veled? Semmi, hát... Most van a farsang? Nem farsang, te Dili. Mondd neki, hogy így jött velem végig az utcán. Mi van? Krisztián megérkezett maszkba. Én azt hittem, valami színész vagy belfegór jött. Ez egy szokatlan volt részéről, hogy most állatszot visel. Szia, csókolom. Na, mondjad. Na, mi újság van, készülsz? Mehetünk? Hova? Hát Arpika, megbeszéltük már, egyem a születhova. Ennyire veszed komolyan, orvosi vizsgálatra, elmenjünk egy kicsit, megnézhetjük magunkat, hogy rendben vagyunk-e. Az erőlétedre szeretném, hogy egy kicsit odafigyelnél, és nem vagy már mai csirke, és én nem szeretném, hogyha mi van. Nem vagyok mai csirke. Mi ez a orvos bácsi? Hát Arpika, elmagyaráztam már többször. Elmenjünk, kivizsgáltatjuk magunkat, most nehéz tízen, most már elindultunk, nem? Tudom, hogy jól vagy, rendben vagy, tudom, hogy jó az egészséged, ez csak én tényleg jó indulatból szeretném, hogyha nem sűrűn járunk ilyen kivizsgálásra, nem? Mikor voltál te utoljára? Hát én nem. Hát te kicsim, te mikor voltál? Én nem voltam, meg nem is leszek. Én hát na, ez így. Az. Te úgy érzed magadon, hogy egyébként úgy minden rendben van veled? Nem szoktam néha? Nem. Nyilvánvaló, én az orvostól és a tűtől hát úgy félek, hogy szavakat nem tudok rá mondani. Tehát akkor meglátom az inekciós, végem van, kész. Hoztam a maszkomat, nehogy kell a maszkom. Azt muszáj lesz felvenned. Muszáj, igen. Figyelj, nézd meg, most már az előbb mondtam az asszonynak otthon, szerinted a kínaiak miért vannak ilyen sokan? Mert te hordják ezt a szart, hordják ezt kint. Nem látod, hogy ezek, hogy egyfutában a fejükön van ez a maszk? Igen. Ezért vannak ilyen sokan, mert nem hallnak meg. De különbözően, hogy ez az orvosbácsival mondani? Én nem szeretem az orvosbácsikat. Kérném a következő Árpikát, szervusz! Édes szervusz! Gyertek, ha megtiszteltek, hogy itt vagytok. Hát ilyet, hogy az Árpi is lejön, ez már nagyon... Dr. Sós László házi orvos, aki elővesz valamit, amitől Árpi nagyon fél. Ritka, a Gyuri az, aki legkevésbé jár, de téged se láttalak már nagyon régen. Én akartam elhozni. Mert hát szeretném, hogyha a család egészséges lenne. A család barátja, a Laci. Tök jó fej, Doki.
ez a világon semmi nincs. Nagyon sok olyan dolgot meg tudunk vele beszélni, ami ugye olyan bensőséges és a egészsége kapcsolatos. Bújj be! Na, miért én másom szerintem az helyén van. Igen? Szerintem igen. Jó, te nem piálsz. Hál' Isten. Eleget. Nem. Csak az alkalomhoz időn. Miért? Hát az alkalomtól függően is. Ne, még akkor sem. Mi, hogy maradj már, ha nem megyünk bulizni, vagy valami, akkor azért... Hát ez a kis Gina, meg Kati, meg nem tudom. Hallottam ilyesmiről. Na jó van, hát ezek a barátnői különben, hogy csak viccelek. És minden rendben, aludni jól tudsz. Jó, hál' Istennek, jól. Úgy mentünk már be, hogy jaj, hát Laci bácsi, hát jaj, hát mit tehet velem Laci bácsi, biztos csak jókat, meg szépeket mondhat rólam, meg hogy én milyen egészséges vagyok. Hát nem, mert ő igenis meg fogja mondani a frankót. Már lejöttetek, az akkor én ugyan 65 év felül ingyenes. Szerinted miért hoztalak ide, apukám? Ezt nem akartam neked mondani, de én azt tudtam, hogy nem fogsz eljönni, hogyha ez... Mi? Hát Árpika. Fölszívok most egy influenza védőoltást néked, és muszáj. Akkor beadjuk. Nem fog fájni. Ezért nem mondtam el neked, hogy ez lesz, mert tudtam, hogy ez fogos, hogy nem fog. Hát nézd meg, hát ilyen vékony tű. Hát ez nem is lehet látni. És ahogy én adom... De maradjál már! Hát akkor annál jobban fél, ha lefogom. De nem muszáj, hát el fog menni. Hát ismerem. Tényleg nagyon aranyosak voltak. Árpika, maradjál már! Ne csináld már! Aranyosak voltak. De ne csináld már, Árpika! Árpi, hát ez nem... Most hívjam a rendészeket? Jaj, de jól éreztem magam! Te hogy érezted magam? Mutatom neked egy pár képet, ezért vannak nekem a hétvégéről képeim is. No. Nagyon szuper volt, és úgy örülök, egyen meg a drága szívedet, hogy ilyen szépen megszerveztétek, hogy büszke lenne apurán. 13 év van mögötte, és úgy gondolom, hogy ez nagyon-nagyon rendben van, hiszen ugye nővérke, és nem ilyen full teltház volt. De nem is az és ez még csak, ez még csak még nem is volt teljesen itt még teltház, mert még jöttek még többen. Én tök jól éreztem magam. Te? Én nagyon jól, hát láttad rajtam, nem? Igen. Én úgy gondolom, a fénykép mutogatása Krisztiánnak kiváló volt, hiszen csodálatos fényképeket mutatott. Ami ugye a helyszínen készült a emlékkoncertem, meg vagyok vele elégedve abszolút. Tudod, mi jutott eszembe, bátya? Most én nézem a képeket, és egyébként erről jutott eszembe, hogy én már nem is tudom, tehát ott volt. Mi lenne, hogyha kicsit dizájnt váltanál rajtad, kis stylist? De mit akarsz? Mit szeretnél? Ugye az egyik legrégebbi stílusod, és amin lehet, hogy nem ártana változtatni, az a hajad. De mit akarsz vele? Hát én lekapnánk a coffodat. A fanszőröd. Ne jól nézel ki, ne hülye. Nem azt mondom, csak azt mondom, hogy én kíváncsi lennék rá, hogy milyen lennél rövid hajod. De nem kopaszra, hanem hogy beállítanak ilyen James Bondosra. De most ez hogy jött ez? Hát a képeket néztem is, mindenhol látom a coffodat. Én megpróbálom őt átlátni, vagy átgondolni, átérezni, hogy vajon mit érezhet reggelente, amikor a hajának neki kell ugrani. De attól függetlenül én azt szeretném, hogy kicsit haladna a korral. Tehát azt szeretném, hogyha valami történne a fejével. Engem abszolút nem zavar, hogy hosszú a hajam vagy, meleg nyáron se, semmi, úgyhogy... Én el vagyok vele. Miért vagy ilyen negatív? Szerintem simán beleférne, hogyha hajadat levágnánk. Nem tudom, hogy miért ragaszkozta ennyire a hajvágáshoz. Na most nézd meg, most figyelj, hogyha esetleg... Na! Mit akarsz? Ne parázzál, amit itt van a kezem az olasz, hogy megszúrjalak. De fejezd be. Jó van, már most mit picike, úgyis ki fog nőni, nem parázzál. Menj, és így ott találkozom. Nem, legyél menj a f***. Nem. Na jó van, testvér. Eltesszük, amit levágok. Én elmentem. És visszaragasztatjuk. Már is pikpak visszarakják. Ne legyél menj a f***. Hogy vágjam már le? Csapjál bele. Miért csapjak bele? Megyek kihez, mert menni kell a szervizbe. Csau, csau, szia! Jó, ezt még átbeszéljük, nem hagyom annyiba. Akarok veled beszélni valamiről. Na? Árpikát kicsikét meg kéne változtatni, dizájnilag. Az Árpit. Mit szeretnéd csinálni? Kifejtem szívesen. Olyan régóta hosszú, hogy néztem itt a képeket róla, meg már nem is tudom, hogy ott az eszemet tudom, csak a ilyen hosszú az Árpinak. És arra gondoltam, hogy egy kicsit változtatnánk rajta. Egyébként szerinted az Árpi, egyébként most gondold el azt, hogy az Árpi naponta hogy kezeli a haját, mit csinál vele? Hát figyelj, ha indulok ki, akkor biztos, hogy mossa, balzsamozza, pakolja, hajolaj. Ettől szabadítsuk meg ettől a tehertől. Én azt képzelem el, hogy minden nap beáll egy automosó. Neked is volt hosszú hajad, és azért tudni, hogy az Ambo családban a menő a hosszú. Jó, én elmondom, neked iskolában nem mentem reggelentem, olyan szinten kócos volt a hajam, hogy benne maradt a félső, úgyhogy nem tudtam hajadat megcsinálni. Úgyhogy azért képzelem el, én szerintem az Árpika azt csinál, hogy beáll egy automosóba, és ott mossa a haját. Én nem tudom elképzelni Árpit egy ilyen teljesen más frizurával.
ahhoz nekem ezt látnom kellene, mivel hogy vizuális típus vagyok, de egy képszerkesztőn nagyon szívesen megnézném, hogy hogy néz neki. Szevasz, Lacikám. Figyelj csak, merre vagy, papa? Nem vagyok a belvárosban, mert... Figyelj, mert lenne egy olyan kérésem, hogy... Kérdezd, kitaláltam azt, hogy az Árpika milyen lenne rövid hajjal. Szeretett képzelni. Figyelj csak, múltkor szórakoztunk, van ez a képszerkesztő, tudod, ilyen hajakkal, meg sztárokat, meg engem is itt tudod, hogy átvariáltunk. Na, arra gondoltam, hogy gyere már be, hogyha van egy kis szabad időd itt a Jimmy Clubban, mert megcsináljuk Árpikát, kicsit átalakítjuk, dizájnt váltunk Árpikán. Itt van nálam a laptop, úgyhogy azon meg tudjuk oldani. Hallod? Ez nagyon király lenne. Esküszöm neked, csináljuk meg ezt. Ugye Kleopátra, apám. És milyen jól áll neki. Nagyon jól áll neki, nem? Szemöldök kellene még hozzá egy kicsit. Muszáj, hát nincs neki szemöldök. Mutassátok már nekem is, én is kíváncsi vagyok nagyon. Kis brezsnyevet kéne belőle csinálni, nem? Jó, de jó. Vagy tudod kicsodát? Tündit ráteném Tündikének a szemöldökét. Az is olyan szexi, neki van szerintem az ország legszexibb. De nem, neki van legszexibb szemöldök a kiszer Tündinek. De az le van védve, be fog perelni. Nem szabad. És mi lenne, hogyha egyenes hajat csinálnánk neki, Laci? Nekem tetszett, nekem komolyan tetszett ez a Kleopátra frizura az Árpinak. Ezt Krisztián mondta, hogy ezt most komolyan kérdezem, vagy komolyan mondom? Na, én komolyan, nekem tényleg tetszett. Szerintem jól állna neki egy kicsit rövidebb haj. Ez nagyon jó. Állat. Tényleg nagyon-nagyon jó. Na, csinálnak neki egy kecskeszakállat. Jó, az mehet. Csinálnak egy kecskeszakállat, ragga a haját. Az nincs rossz ötlet. Így? És várjál, be is keretezzük. Hát a keretbe is rakjuk. De az a lényeg, hogy én ezt el akarom már vinni a fodrászhoz, és ezt meg akarom csinálni. Tehát itt oké, hogy most itt szétbaromkodjuk magunkat, de próbálj már belőle csinálni. Jó! Így? De jó, nagyon jó. Hát ez nagyon jó. Még ez a szegény Árpi, az lehet, hogy infarktus. Tényleg, de még jól is el neki, esküszöm. Szerintem egészen jól sikerült, kicsit ilyen party boy lett belőle, de szerintem ebből lehet valami. Valószínű, hogy ő meg fog neki tetszeni ez a dolog, valószínű, hogy megbotránkozik közben, de el fog gondolkozni rajta, hogy ebből lehet valami. Én ezt tök komolyan gondolom. Ez állat lett, ez állat lett. Asztal, ez tényleg nagyon jó. Divat diktátor csávó, nem? Nagyon jó lett szerintem, nekem nagyon tetszik. Ez a szerintem jó neki. Én látom benne. Tényleg nagyon jó lett. A változást. Nagyon nagy változás. Mondjuk kikaparja a szememet. Laci, király. Jó, hát egy kicsit, ennél lehetett volna jobban is mondjuk, de szerintem a célnak megfelel. Hát figyelj, jaj, akartam mondani, bocsánat, igen, pillanat, azt akartam mondani, hogy majd te, mint női szemmel azért próbálja az Árpira egy kicsit hatni, jó? Hogy azért, hogy nem így, is mondja, hogy? Hát, hogy egy férfinak a rövid haj, hogy ne, számodra, mert én nekem ugye a bátyám is nekem, hogy számodra a férfi, kicsikét így hassál rá, hogy jó, próbáld, mert tudod, hogy ezért ki fogja kaparni. Kicsit rá kell beszélni a dologra. A száz, hogy kiakad. Hallod, kicsi, már teljesen be vagyok sózva. Jó, amúgy én is. Én már annyira kíváncsi vagyok, hogy mit fog szólni. Jó, mondjuk ki fog borulni valószínű, de nem baj. De tényleg jól áll neki. Nekem tetszik, jól áll neki szerintem. Ja, sértődőské! Jaj, de jó, hogy végre megjöttél, apám. Azt hiszem, hogy világgá futottál. Hogy így vagytok? Na gyere, csak mutatok neked valamit, mind dolgoztunk ilyen sokáig. Gyere, üljél le. De ne legyél, megint ne szaladj el, nincs az olló nálam. Nem mondod. Semmi ilyesmi, csak eddig elhittem, hogy... Eldugtam az olló direkt, úgyhogy... Na jó, akkor nincs rá semmi fegyver. Nincs semmi, csak mutatni akarok neked. És... Na gyerünk. Következő koncepció. Ez a koncepció. Mit akarsz ezzel a képpel csinálni? Hát én arra gondoltam, hogy elmegyünk-e fodrászhoz, és valami hasonlót kirakunk belőled. De fene se tudjam. Lehet, hogy hozzá lehetne szokni különben, nem lenne van, csak... Csak most így hirtelen első nekifutásnak ez, nekem ez hirtelen van, és sok. Reggel elkezdted ezt a hajas történetet, nem fejezed be? Ne, de én úgy szeretném befejezni, hogy elmegyek a fodrászhoz. De minek? Fejezd már be. Ez mit akarsz velem csinálni? Jó, a szakál az nem lesz ott, de a haj az a meg a szakál nem lesz ott, a szakál jaj, nem de most miért mondjátok? Igen. Személy szerint jó, nekem, mint nőnek, persze. A rövid hajú pasik sokkal jobban bejönnek. Hát én igen. Elképzeltelek. Figyelj, kicsit zselét teszünk rá, én tök jó elképzeltelek téged. Én meg nem. Nem? De miért? Nem. Szerintem figyelj, is ez... jól állna. Elég negatív vagy. De nagyon jól tudod, ez a haj, ez milliókat ér. Milliókat ér? Valószínű, az identitását félti egy kicsit, ez tény, mert hogy őt így ismerték föl. De hát elég, ha csak megszólal, már abból is tudják, hogy ő az Ámbó Árpi. Biztosítjuk le a hajadat. Mit csinálj? Biztosítjuk le a hajadat. Egy biztosítást kötünk a hajadat. De ez jó ötlet. Ez mekkora okosság. Ebben benne vagyok. Na, benne vagyok én. Ebben benne vagyok. Na, micsoda ötlet. Ez jó. Ez jó. Ez jó. Aha. Kíváncsi vagyok. Menjünk. Ez jó.
Segítenének felvázolnak pontosan, mit is szeretnél? Hát, nem is tudom, hogy hol kezdjem. Nem is tudjam, hogy hol kezdjem. Hát igazából arról lesz, hogy az én drága nagybátyám nagyon sokra értékeli önmaga haját, amit egyébként meg is értek, mert kb. 40 éve növeszti, és hát már ez lett az image, és szeretnénk, hogyha ha nem esne semmi baj, a bármilyen problémával kifolyólag. Úgyhogy arra gondoltuk, hogy szeretnénk egy biztosítást kötni az ő hajára. És semmiféleképpen nem éreztem kínosnak, mivel akármennyire az úriember próbálta azt mutatni, hogy ezt mennyire komolyan veszi, szerintem magában ő is nevetett, mert nem hiszem, hogy ez olyan sűrűn történik meg vele. Milyen eseményekre szeretnék, hogy ez biztosítva legyen ez a haj? Akkor én mondom. Igen. Én meg jegyzetelnék. Szerintem számoljunk is, de minden. Nem hiszem, hogy el tudjuk sorolni ezt. Tehát ezért a végtelenség. A végtelenség. Tehát gyakorlatilag baleset, ugye? Valaki rámugrik, levágja a hajat. Értem. Nem? Kiszakítják én azt a hajat. Mondom, az lényeges. Hogy eljutsz egy fellépésre. Igen, erre gondolom. És ott netán kiszakítják a hajat. Abszolút. Pontosan. Rajongók, oda rajongók. Hogy ne éreztem magam furcsa szituációban, hiszen ilyen, hogy egy hajat biztosítani, persze, hogy ez abszurdum. Nyilvánvaló, ez egy valami földön kívüli kérés volt. Meg tudjuk-e becsülni azt az összeget, amit azott esetben a haj elvesztése kapcsán szeretnének, hogyha térülnie? Mondjak egy összeget? Hát nagyon fontos lenne, mert enélkül nem tudunk elindulni. Tehát engedjen a költészet fehér galambját. Minimum 5. Mennyi? 5 mö. Én 5 mőre gondolok. Hát apukám, 40 éve nő hajad, ez az imidzsed, ez az életed, 5 mő. Én még ennyire sem gondoltam. De akkor legyen? 5 milló. 10. Hogy vajon mekkora valósan az értéke ennek a hajnak? Hogy ezt fel is kellene becsültetnünk, hogy milyen a valós. Vagy ezt maguk becsül, vagy bocsánat, a biztosító fel tudja becsülni, hogy milyen a... A biztosító jobbára... Én dolgozik becsülőkkel, de azok általában vagyonbiztosítások kapcsán merülnek fel. Ja, tehát kérlek, ez is egy vagyon.